Eldöntöttünk, hogy elvállalja az edzőjét, ezt a tudói város csapatnak. Hát egyszer azért, mert fölkértek. Másodszor azért, mert nagyon szeretem a kihívásokat. Nagyon szimpatikus volt a Balmazói Városi csapat. Én tavaly a Vácnak voltam az edzője, és a Balmazói Város adta nekünk a ellenfelet, és elég sokszor nem voltam. És ugye tavasszal nagyon jól ment, nagyon szimpatikus csapat, vagy ősszel, bocsánat, nagyon jól ment, nagyon szimpatikus csapatot ismertem meg. Tavasszal volt a gondok, de a játékosok attól még nagyon ügyesek voltak, meg jó alanynak tartom őket arra, hogy lehessen velük alkotni, és én nagyon szeretek alkotni. Én szeretnék mit alkotni. Szeretnál? Hát alkotni egy nagyon jó csapatot. Egy stílusosan jól játszó csapatot, amit lehet látni, hogy az a csapat játszik, az a csapat gólt akar rúgni, az a csapat nem akar vereségeket, nem akar, de nem tudja elviselni a vereséget, győzelemre játszik mindenféleképpen gólokra. Ilyen csapatot szeretnék csinálni, és remélem, hogy sikerülni is fog itt. Ahol voltam, és ott sikerült ilyet csinálnom, kisebb képességekkel, vagy nagyobb képességekkel, ez ugye majd azért kiderül, de ahol én voltam, meg tudtam csinálni, és én nagyon bízom magamban, meg a játékosokban, és hogy ezt meg fogom tudni csinálni. Én mit gondolom, mi lehetett itt a gond az utóbbi időben a fiúkkal? Hát én ez, az igazság, hogy így elemezgetem, meg beszélgetek mindenkivel, bizonyos kép kialakult, de az igazság, hogy a múltról nem nagyon szabad, én nem szeretek beszélni a múltról. Nem is akarok beszélni. Én csak előre akarok látni, előre akarok nézni, és csak avval törődök, hogy mit fogunk tenni, mit teszünk meg ma ahhoz, hogy holnap jó legyen. Uh-huh. Vagy akár már rögtön ma, egy picit később jó legyen. Holnap csak már. Ezen jár az agyam, semmi máson. Tehát az, hogy mi volt, persze azokat igyekszem az információkat begyűjteni, próbálok azokból kiindulni, de értékelni semmiféleképpen nem akarom, és hát nem is a nyilvánosságra tartozik. Ez a csapatnak a belügye. Hogy holnap már is lesz egy megmérettetés, gondolom két nap alatt nem lehet megváltani a villanyagot. Nem lehet megváltani, meg egy hét alatt sem, egy hónap alatt se, csodák nincsenek, vagy nagyon kevés, de igyekszünk csodákat csinálni. Tehát én azon vagyok, hogy minden jobban. Persze nem lehet megcsinálni, de tehát ennek ellenére én minden, már úgy akarom, és a fiúktól is ezt fogom kérni, és ezt kérem, hogy mindenféleképpen úgy kell kimenni, hogy győzni kell. Győzni akarunk, és győzni kell, és azért tegyen mindenki mindent. Uh-huh. És akkor nem lesz olyan, tehát nem tudom azt mondani, hogy holnap nyerünk, az se, hogy hétvégén nyerni fogunk. Hanem azt tudom ígérni, hogy aki kimegy a pályára, az viszont egy nap alatt is lehet kérni, hogy csak az menjen ki a pályára, aki mindent hajlandó megtenni érte. Vagy az nem menjen ki akkor, az akkor üljön a pat. Változtatásokat tervez? Nem tervezek nagy változtatásokat, nem. Hát igazából az igazság, amikor nem jól szerepel egy csapat, ezért szoktak edzőt cserélni. Mert 11 néhány játékos nem lehet kicserélni. Sokkal könnyebb egy edzőt kicserélni, az edző sors sajnos, ha jól megy, akkor nagyon jó az edző. Ha a csapat rosszul játszik, ugye a játékosok rosszul játsznak, akkor megy az edző. Úgyhogy nagy változások nincsenek, a csapat hasonló, ugyanaz, amelyik volt, tehát ugyanazok a játékosok. Amit én gondolok, és ez ugye alap felfogásom, az, hogy fejekben kell rendet tenni, tudatos játékot kell játszani, győzelmi akarással teli játékosok kellenek, azok menjenek ki. Ha az a 11, aki múltkor játszott és kikapott, és tud a fejében váltani, akkor ugyanaz a csapat fog játszani. Meg ugye hát nyilván vannak olyan instrukciók, olyan taktikai feladatok, amiket az ember elvár, kér, és elvárja, hogy megcsinálják, ami hozzásegíti az a csapatot a győzelemhez. Hát nyilván az edzőnek van egy ilyen feladata is. Mennyi időre tervez? Én nagyon hosszú távra tervezek. Én nagyon hosszú távra tervezek. Tehát én nem szeretnék csak pár hónapot vagy évvégéig lenni, megmondom őszintén, mert megint azt mondom, én szeretek alkotni. És én az, hogy benn maradjon a csapat, az ugye az alap, de én szeretnék alkotni. Tehát szeretnék egy olyan csapatot csinálni hosszú távon, hogy ez meghatározó legyen, jó futballt játszon, egyre többen jönnek ki. Én hosszú távon tervezek. Én szeretnék 3-4-5 évet itt lenni. Fer 25 éve van Manchesternél. Most lehet, hogy 25 évet én nem akarok itt lenni, mert az már kicsit későn kezdtünk, de azt mondom, hogy ha van egy állandóság és egy jó csapat, és a körülmények nagyon jó. Tehát itt én úgy látom, hogy akár az önkormányzat, akár a szponzorok által itt a jó munkához minden adott. És megmondom őszintén, hogy az országban nagyon kevés. Vannak egyre több
de azért nem kevés olyan hely van, ahol minden adott a munkához. És én most belecsöppentem ilyenbe, nagyon örömmel, nagy örömmel jöttem, belecsöppentem, én szeretnék ebben élni, és azt, hogy hosszú távon egy jó csapatot csinálni. Köszönöm.